Jó estét kívánok! Önök a Városi Televízió nemzetiségi magazinjának júliusi adását látják. Mai műsorunkban először egy indonéz fotókiállításra invitáljuk Önöket, majd a holokauszt áldozataira emlékezünk. Ezután részt veszünk a Lakatos Alajos emléktáblájánál tartott ünnepségen. Végül folytatjuk Weisz Péter előadását a zsidó népős történetéről. Tartsanak velünk! Istenek szigetei címmel nyílt kiállítás Sáston. A tárlat Indonézia mesés tájait, hagyományait és mindennapjait örökíti meg Kovács P. Attila és Mario Blanco fotóművészek jóvoltából. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Indonézia magyarországi nagykövete is, az érdeklődők pedig tradicionális táncokat és zenei előadásokat is hallhattak. A 20 éves Topong Beng együttes középjávai meditatív zenéjével vette kezdetét az ünnepség. A zenekar Indonézia budapesti nagykövetségén működik, és tradicionális gamelán zenét játszik. De nem csak zenében elevenedett meg Indonézia világa, hanem fényképekben is. Két méltán híres és elismert művész alkotásai láthatóak a Sástói Turisztikai Központban. Egyikük Kovács P. Attila, aki már fiatalkora óta fényképez, és nagyon sok helyen járt a világban. A fotózás az világéletemben nagy szerelem volt már általános iskolától. Én voltam az iskola fotósa, aztán utána én még katona is voltam, még a katonaságnál is én voltam a fotós. És hogy ez így kialakult, és ezt így nem tudtam abba hagyni. Volt egy pár év, amit kihagytam, de visszatértem hozzá, és egyszerűen ez a hobbim, munkám, mindenem úgy egybe. Tehát, hogy én örülök, hogy ezt csinálhatom, és Az a munkám is, ami hobbim is, és így legalább egy boldog életet élek ezzel a fotózással. Különböző országok állnak közel hozzám. Ugye fotóban is többfajta téma van, többfajta szakon lehet végezni. Én elvégeztem az egyetemen a matematika-fizika tanári szakot, a matematikus szakot, aztán elvégeztem a számítástechnika tanári szakot, de a fotós iskolát is elvégeztem. A fotóművész utazásai során számos gyönyörű helyen járt, megismerhette más népek életét és szokásait. Ekkor jött az ötlet, hogy valami újat alkosson fényképei és tapasztalatai felhasználásával. Én könyveket írok, ilyen úti könyveket írok, mert én azt találtam ki, hogy amikor néztem egy pár évvel ezelőtt, hogy milyen könyvek vannak a könyvespolcon, vagy fotókönyvek voltak, kimondtam, fotóalbumok voltak, ahol csak a fotók voltak az országokról, és csak egy rövid cím volt rajta, vagy voltak úti könyvek, amiben meg kicsi, rossz fotók voltak, sok szöveggel. És én kitaláltam egy olyan műfajt, ami valójában egy fotóalbum, de érdekességeket is bemutat, és nem a szövegem van a hangsúly, ami képeken, de a képekhez adok némi információt is, hogy ne csak egy fotó legyen ott egy aláírással vagy egy címmel, hanem legyenek hozzá érdekesebb történetek, amit úgy elolvasnak az emberek. Mert azt tapasztalom, hogy manapság egybefüggésében nagyon sokat nem olvasnak az emberek, amikor egy könyvet megvesznek, úgy veszik meg a könyvet, hogy belelapoznak, ha szép a kép, jó fotók vannak benne, megveszik, ha meg nem, akkor meg talán nem annyira érdekes. De én emellé a sok fotó mellé próbáltam érdekes történeteket is hozzákeresni, hozzáérni, ami érdekesre teszi a könyvet, és így nem csak egy fotóalbum, hanem egy informatív könyvet tudtam létrehozni, ami talán olyan embereknek a fantáziát is megmozgatja, akik annyira talán nem szeretnek olvasni, de mindenképez, mit tudom, 3-4-5 mondattal leírni azt, hogy a kép mit jelent, hol készült, érdekes történeteket, ez talán mindenkinek felkelti a figyelmét. Thank you.
Indonézia pedig egy különleges ország, amit itt is láthatunk, hogy teljesen más kultúra, de ha megnézzük Indonéziát, Indonézia az 18.100 szigetből áll, és ez több kultúrának az egyvelege mixe igazából, tehát itt is nem arról beszélhetünk, hogy indonéz kultúra, hanem külön van Bali kultúra, külön van Jáva, sorolhatnám a nagyobb szigeteket. Sokan a Balit ismerik, ugye, mert Bali az egy ismert üdülőhely, de hogyha az ember elmegy Indonéziába, akkor nem csak Balit kell megnézni, mert igazából Bali az nem az az Indonézia. Akkor el kell menni Jávára, ahol teljesen más a kultúra, el kell menni Lombokra, ahol Rinjani vulkán van, és aktív vulkán, és föl lehet menni, vagy a Gili-szigetekre, ami szintén egy nyaroló sziget, de az nem annyira steril, mint a Bali lévő négycsillagos szállodák, amit a sok ember ismer, mert nem ez maga Indonézia, és nem ezt a Bali lévő négycsillagos szállodák sort kell megismerni, hanem be kell menni igazából, megismerni az ember ezt az egész kultúrát. És én igazából én ezt szeretem az utazásaimban, hogy én sokszor nem bérelt busszal megyek, hanem a helyekkel megyek, villamossal, busszal, helyi közlekedési eszközökkel, hogy megismerjem azt, ami ott van, és ne egy külső szemével lássam csak. Valójában egy külső szemével látom, én egy külső vagyok, én egy európai vagyok, tehát egy európai szemmel fogom látni, de nem azt, amit az utazási irodák meg akarnak mutatni, hanem szeretem én felfedezni azt, amit én szeretnék, hogy valójában milyen az a kultúra. Mario Blanco festő és fotóművész, bár a megnyitón nem tudott jelen lenni, képeivel mégis a közönség elé varázsolta Indonézia festői tájait és tradícióit. A művész már gyermekként kapcsolatba került a festészettel, hiszen édesapja Bali szigetének leghíresebb festője volt, többek között Salvador Dali inspirálta. Az ifjú Mario 5 évesen készítette első olajfestményét, később már a fotográfia tudományát kombinálta a festészettel. Főleg tájképeket készít, illetve a balinész kultúrát jeleníti meg alkotásain. Hazájában múzeumot hozott létre, támogatja a tehetséges fiatalokat, és lehetőséget biztosít számukra művészi kiteljesedésükhöz. A fotókiállítás megnyitóján jelen volt Indonézia budapesti nagykövete is, aki elmondta, nagyon örül az olyan kezdeményezéseknek, ahol a kultúrák találkoznak egymással. Ezt a kiállítást nevezhetnénk Indonézia portréjénak is. Egy olyan kiállítás ez, ahol a látogatók megtapasztalhatják és el is képzelhetik az indonéz emberek mindennapi életét. Az indonéz nagykövetség és jó magam is mindig támogattuk az Indonéziával kapcsolatos kiállítások megrendezését. Olyan kiállításokért, melyen akár tehetséges magyar vagy indonéz művészek alkotásai jelennek meg. Szeretnénk a magyarokat megszólítani ezzel a tálattal is, megmutatni nekik a mi kultúránkat, szokásainkat. Az indonéz fotókiállítás után pedig Dél-Amerika világában kalandozhatnak az érdeklődők, hiszen legközelebb Chile művészei mutatkoznak be Sástón. Mártír megemlékezést tartottak az izraelita temetőben a gyöngyösi status quo ante zsidó hitközség és a Barankovics izraelita műhely tagjai.
Az eseményen a Gyöngyösi gettó 1944-es kiürítésének napjára emlékeztek. Kivíti Adonai, kivta navsin, velid varó, ohalti, navsi, ladonai. Radnóti Zoltán a magyarországi rabbikar vezető főrabbiának imájával kezdődött a megemlékezés. Ezt követően Weiss Péter, a gyöngyösi status quo ante zsidó hitközség elnöke elevenítette fel a 75 évvel ezelőtt történteket. És eljött a megszállás, a Margaréta terv. Már maga a név is hasonlít, kicsit hasonlít Goethe Faustjának, Margitjára, aki őrületében megbabonázva Faust karjaiba veti magát, majd őrületében először a gyermekét pusztítja, majd maga is a halálba menekül. Ugyanezt történt az országgal. Egy részük tébolyultan támogatta, más részük őrült dermedtségben nézte, mi történik. Március 31-én kijönnek a sárga csillagviselési törvények, április 7-én elrendelik a gettó felállítását. És egy nevet hagy említsek meg, az újvidéki hóhér, Zöldi Márton nevét, akinek köszönhető, ami Gyöngyösen történt. 1824 Gyöngyös és 174 Gyöngyös járás itt zártak gettóba, vitték el 60-ban, majd Auschwitzba, és ahogy főrabbi úr mondta, 450-en tértek vissza. Legyen ez a megemlékezés, figyelmeztetés és tisztelet a holtak sírja felett, figyelmeztetés és fogadalmi tábla az élő nemzedéknek, hogy többet soha. Majd Vértes György, holokauszt túlélő, osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. 75 évvel ezelőtt megjártam a két koncentrációs tábort, Mauthausent és Günzkirchent. Végig éltem mind a két tábor embertelenségét, és most itt állok veletek együtt a temetőben, mélységes fájdalommal, torkot szorító, könnyes szemmel, és emlékezem mindenkire, de különösen azokra, akiket szerettünk, de soha nem tértek vissza. Igen, 75 éve mindig fájdalommal, szívszorító gondolatokkal emlékezem a 20. században történt gátlástalan zsidók, emberek elleni gyűlöletre, embertelen bánásmódra, amikor is magyar nyilasok német fasizmusnak engedelmeskedve kiirtásra törekedtek és hurcolták el, őket kegyetlenségük nem ismert határt, minden gazemberséget elkövetve erőszakkal zsúfolták és hurcolták marha vagonokban, ajtókat rájuk zárva, étlen szomjam vitte a vonat őket Auschwitzba, a halált hozó koncentrációs táborba. Az emberiség történetében nem történhet meg még egyszer az az embertelenség, annak, hogy azért, mert valaki zsidónak született, annak nem lehet élete, annak a gázkamrába kell elpusztulni. És itt és most úgy érzem, elmondtam érzéseimet. Elmondtam, és itt állok veletek együtt, könnyes szemmel, a Kadis ima elmondásával imádkozunk, és végrehajtjuk fejünket mindazok előtt,
akik az embertelenség áldozatai lettek. Radnóti Zoltán főrabbi az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Emléknap van, és akiket elveszítettünk, ők példaként vannak velünk, és erőt adnak nekünk. Keressük az ő lelkeiket, fogadjuk be a múltunkat, a jelenünket, ezt mind-mind töltsük meg szavakkal, emlékekkel, betűkkel, hittel, alázattal, szeretettel, kapcsolódással, és itt van leírva, amit Gyuri bácsi elmondott, ugye ezt hittem így szó szerint, hogy hisszük azt, hogy a 600 000 magyar mártír világot megtöltő lelke egyrészt fent van az önöröki valónál, ott imádkozik értünk, másrészt itt van a földön mi velünk, és mi bennünk él tovább. És azt szoktuk ráírni egy emlékkőre, héberül, Tehi Navsám Ceurabicora Haim, legyen mártiainknak a lelke az öröklét koszorújával koronázva. Zikronám Livraha, emlékükből merítsünk áldást, és ugye Gyuri bácsi is mondta, úgy legyen. Amen. Az ünnepség végén pedig a hagyományokhoz hűen köveket helyeztek el a temető emlékművénél. Bechayechon vejajmechayn, vechayedechol beszisroel, bágoló vizmán koriv, veimru amen, jehés mérabó mevorák, leolám u leolmi olmájó, izborák, veistabák, veispoár, veisraimán, veisnaszé. ויסדור ויסלה ויסהלול שמי דקודשו בריחו לאלו מן כל ברכוסו ושירוסו תשבחוסו ונחמוסו דאמירום בעולמו ואימרו אמם יהי שלומו רבו משמיו וחיים עולנו והכל ישראל ואימרו אמן עשה שולם במרימוב ויעשה שולם עולנו והכל ישראל ואימרו אמן. Lakatos Alajosra, az Együtt Halmajugráért Roma Magyar Egyesület alapítójára emlékeztek a helyi tanodában. Az általa létrehozott szervezet előtt a település önkormányzata, civil vállalkozások és magánszemélyek gyűltek össze, hogy lerólják tiszteletüket a romák elismert segítője előtt. Lakatos Alajos, az Együtt Halmajugráért Roma Magyar Egyesület elnökeként számos olyan programot talált ki, és indított el, amelyek által a roma gyerekek fel tudtak zárkózni társaikhoz. Lánya, Lakatos Rozália mondott beszédet édesapja megemlékezésén, ahol az elhunyt gondolatait olvasta fel. Ez a tanoda annak idején dr. Ürmö Sándor, az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetőjének agyában született meg. Egy beszélgetés alkalmával azt mondta, Lojzi, csinálj egy tanodát, ahol a gyerekeknek különböző programokat találtok ki, így felelős felnőtt oktatók figyelnek rájuk, és közben nem az utcán céltalanul csavarognak. Azt sem tudtam, mi az, hogy tanoda.
de ő azt mondta, segít szakmailag és mindenben, amiben csak tud. Június 21-én a Lajos névnapján a helyi önkormányzat, civil szervezetek és magánszemélyek vettek részt a koszorúzáson, illetve dr. Komáromi István, az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület tiszteletbeli elnöke is megjelent, aki személyesen is ismerte az alapítót. Dr. Komáromi István beszédében hangsúlyozta, Lakatos a Lajos az a roma ember, aki mert nagyot álmodni. Milyen érdekes, hogy a romaságot meg a cigányságot azonosítják azzal, hogy putriba lakik, hogy betörni jár, hogy nem tudom én micsoda, meg koszos vagy akármi, de ha már nem az, akkor már ő nem is roma. És ez nagy baj, hogy a bőrszint ezt ilyen értelemben használjuk, és én komolyan mondom, hogy a nagy kitörés az tényleg az egyénen múlik, azon, hogy mennyire tud felemelkedni, és mennyire tud tanulni, és mennyire tud beilleszkedni a társadalomba. Dr. Komáromi István beszédében nyomatékosította gondolatait és hozzátette, hogy mindenkiben ott rejlik a lehetőség, hiszen a mai magyar társadalomban csak a tudással tud érvényesülni az ember, a tanoda pedig ebben segíti a roma gyerekeket. Weisz Péter, a gyöngyösi Status Quo Ante zsidó hitközség és a Barankovics izraelita műhely elnöke tartott előadást a Vahogy Sándor városi könyvtárban. Az érdeklődők a zsidó népős történetét ismerhették meg a bibliai teremtésig visszamenőleg. Egy hónappal ezelőtt már elkezdtük a történelmi kalandozást, most a világháború eseményeit elevenítjük fel. Az első világháború kezdetére Palesztina területén körülbelül 95 ezer zsidó és 500 ezer moszlim élt az első világháború kitörésekor. A törökök az első világháborúba belépnek a hadban német-osztrák-magyar monarchia, a Bulgária által irányított központi hatalmak közé. Így természetesen, hogy a főként oroszországi menekültekből, tehát antant hatalmak országaiból jött zsidó bevándorlókat ellenségesnek kezelték, tehát elég ellenségesen is léptek fel, bár a török sereg demokratikus volt, mert bármilyen fellépés megtörtént legyen a muszlim vagy zsidó Palesztina területén. Végül is odáig mentek a gyűlölködések, hogy az első világháború között 1915-ben két orosz zsidó bevándorló, Tunterdor és Zsabotinszki javaslatára felállítanak egy 1000 fős úgynevezett zsidó összvéres hadosztályt, amelyek az angolok mellett belép a háborúba. Az angolok hihetetlen győzelmeket arattak, volt egy zseniális vezérük, aki a arabok, muszlimok egy részét is maguk mellé állította, Edward Lawrence, vagy ahogy akkor népszerű nevén hívták, Arábiai Lawrence, akinek vezetésével hihetetlen győzelmeket értek. 1916-ban már látszott, hogy az angolok fognak nyerni, és egy küldöttség, egy zsidó küldöttség elment Londonba, hogy Sir Edward Belforral, az akkori külügyminiszterrel tárgyaljon. Egy évi tárgyalás után Belfort kiadja a nyilatkozatot, amelyet sajnos az arab országok nem fogadnak el. Ennek az évfordulója számukra NAVA, nem nagyon pontosan tudom, Omar barátom tudja, tehát a NAVA jelenti a fájdalom számukra. Lényeg az, hogy a Belfort nyilatkozat jogilag hazát, jogi körülmények között hazát ígér a mai Palesztina területén, Jeruzsálem fővárossal a zsidóknak. A gond ott volt, hogy ezzel párhuzamosan ezt a moszlimoknak is megígérte, innen indul el az igazi politikai gyűlölködés. Végül is 17. november 2-án adja ki Belforra nyilatkozatot a közjogi hazára Izrael néven. Egy Rothschild bárónak írt, egyébként Churchill által támogatott levél formájában. Majd 17. december 2-án Alendi tábornok bevonul Jeruzsálembe, a török birodalom elesik, és ezeket a 18-tól 30 éven keresztül 48-ig a terület a brit birodalom protektorátusa lesz. A britek igyekeztek megosztani a területet, azért 1920-ban, 21-ben létrehoztak egy addig nem létező
főként palesztinok lakta államot, Transzjordániát, a mai Jordánia elődjét, amelyik azelőtt önálló államként nem létezett. Része volt Izraelnek, majd része volt a palesztin területeknek. Az angolok 21-ben megosszák a területet, létrehozzák a Transzjordán királyságot. A zsidók érzik, hogy valami gond lesz, ezért összefognak, és ezért létrehoznak egy nagy, a hasonlérnél nagyobb védelmi erőt, az a neve, hogy a védelem. Ez a Haganá, amelyek Izrael állam kikiáltásai az izraeli hadsereget alkotja. 21-ben lévő Transzjordánia, 22. július 24-én Churchill diplomáciai erőfeszítései az akkori népszövetség támogatja, tehát kinevezik Szentföldet Palesztinán angol protektorátusnak. Ekkor, hála a megosztásnak, már zajlanak a zsidó-arab összecsapások. Igazán a moszlim vallástól távol áll a gyűlölet, ez a gyűlölet Izrael állam és a palesztin állam teremtésének az időszakában a politikai gyűlölködés része. Az egyik gond. A másik az arab tavasz. A keleti vallásoktól távol áll az úgynevezett európai vagy amerikai demokrácia. Nem tudnak vele élni. Így az iszlám országok sem, mert megszokták a vallási irányítást. Mohamedtől soha nem vált szét a vallás és az állami irányítás. Az arab tavasz, meg lehet nézni, mit csinál Irakba, Libiába, Libanonba, Szíriába, vért verítéket. Tehát először ott kellene rendet teremteni. Tehát nagyon összetett iraki probléma, szomszédok problémája, palesztin kérdés. Én csak reménykedem, hogy egyszer béke lesz. Önök a Városi Televízió nemzetiségi magazinjának júliusi adását látták. Egy hónap múlva ismét számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!